Az évelején Fehérvári Dávid és húga Nikolett kutyasétáltatás közben megdöbbenve tapasztalta, hogy mennyire szemetes a Dunapart. Ezért úgy döntöttek, összegyűjtik a hulladékot. Már első alkalommal 5 zsák szemetet szedtek össze, azonban a koronavírus járvány miatt nem tudták folytatni a tevékenységüket. Áprilisban Dávid és egyik barátja Mózes Dániel újra belekezdett a hulladékgyűjtésbe. Szabad idejükben hetente néhány alkalommal, pár óra alatt ismét jó néhány zsákra való szemetet találtak. A komáromi Városgazda Nonprofit Kft. Zsákokkal és kesztyűvel támogatja a fiúkat, valamint az összegyűjtött hulladékot is elszállítják. Igazából ezt a saját magunkra kezdtük el a hulladékgyűjtés, hogy a saját környezetünket megtisztítsuk, aztán fokozatosan, ahogy egyre több hulladékot gyűjtöttünk össze, és vettük észre, hogy a pár óra munkás tevékenységük után, hogy meglátjuk, hogy mennyi zsák hulladék gyűjt össze, és utána ránézünk arra a területre, hogy mennyivel tisztább lett. Ez így belőle egy jól eső érzéssel töltött el minket, és arra jutottunk, hogy ezt a tevékenységüket szeretnénk másokkal is megosztani, és hogy megmutatni az embereknek, hogy minimális energiabefektetéssel is, hogy az emberek mennyit tudnak tenni a környezetükért, és hogy ezzel kapcsolatosan szeretnénk egy Facebook oldalt majd létrehozni. Azóta az oldal elindult, komáromi önkéntes szemétszedők, röviden KÖSZ néven. Itt bemutatják tevékenységüket, és hogy milyen hulladékokat találnak. Már a város több területét is megtisztították, például az Erzsébet híd és a Monostori erőd közötti Dunaszakaszt. Most Szőnyben tevékenykednek. Következő célunk a Szőnyi sziget. A Szőnyi vasútállomástól a Komárom felőli részét már megtisztítottuk, illetve a Szőnyi sziget befele vezető részét is. A terv az, hogy nyár végéig szeretnénk az egész szigetet, illetve a gát mentén az út mellett szemetet összeszedni. Dani és Dávid a legkülönfélébb hulladékokat gyűjtötték össze munkájuk során. Műanyagpalack, boros, pesgős üveg, alumíniumos doboz, sörös doboz, illetve fokrém, a legtöbb a papucs, szandál, akkor hajó, ponyva, illetve OSB-lap, autógumi, hűtő, ajtók, bútorlap, akkor egy korhat szék, párna, illetve én, mint horgász, nagyon szomorúan tapasztalom azt, hogy nagyon sok a horgász hulladék, az a horgászok által eldobott szemét, etető kajászacskó, csontis, kukacos doboz, illetve egyéb damil, horog. A közeljövőben hulladékgyűjtést szerveznek, amennyiben a vírushelyzet ezt lehetővé teszi. A részletek megtalálhatók a KÖSZ Facebook oldalán. Miután Danival láttuk, hogy mennyire hulladékos a Szőnyi sziget, ezzel kapcsolatosan arra jutottunk, hogy a nyár folyamán szeretnénk az egész szigetet megtisztítani, de azt be kellett látnunk, hogy ezt ketten kevesek vagyunk, és ezek az általunk létrehozott Facebook oldalnak a célja az, hogy minél több embert tudjunk szólítani, és ezzel kapcsolatosan szeretnénk június első hétvégére egy személygyűjtést szervezni, ahol várunk fiatalokat, barátokat, családokat, mert hogy a hulladékgyűjtés egy akár jó családi vagy közösségi rendezvényként is felfogható, és hogy ide várunk mindenki sok szeretettel, és hogy a oldalon mottóját idézzem, kösz, hogy jössz!